Ha valaki esetleg nem ismerné fel, ez az Alfa Romeo visszatérésének a szimbóluma, és a valaha gyártott egyik legerősebb autója, a Giulia Quadrofolio. És a Quadrofolio azt jelenti, hogy négy levelű, és ezzel a jellel azokat az Alfa Romeo-kat szokták ellátni, amik irreálisan durvák. És ez egy irreálisan durva autó. Konkrétan egy Ferrari-nak van benne a motorja. Nem az egész, csak a 3/4-e, mert a 8 hengerből lecsaptak 2-t, de ez a 6 henger a biturbóval még így is eléggé betyáros. Ez egészen konkrétan 510 lóerőt és 600 Nm-es nyomatékot jelent, és emellé olyan 307 km/órás végsebesség társ, és 4 másodperc alatti gyorsulás. És amikor elkezdjük előkészíteni ezeket az autós adásokat, akkor általában gondolkozunk azon, hogy milyen izgalmas helyszíre lehet ellátogatni velük, mit tudnánk megnézni, mivel tudnánk dúsítani ezt az epizódot, de az az igazság, hogy amikor rájöttem arra, hogy egy Quadrofoliót vezethetek, és azzal eljöhetek valahova, akkor rájöttem, hogy nem is biztos, hogy az adásban olyan nagyon sok minden kell azon kívül, hogy beleülök ebbe és kitaposom a belét. Hogy amikor feldobtam nektek ötletben, hogy valamilyen helyszínt javasoljatok a Giuliához, akkor jött egy csomó jó pofa javaslat, de valahogy mindegyikből hiányzott az a lehetőség, hogy meg lehessen járatni igazán ezt a dögöt, de itt volt nekünk Gábor, aki, hello Gábor, benne hello. A kamerában, aki segített rajtunk. És most megaláz azzal, hogy egy kicsit rogyasz, hogy egy magasságba kerüljünk. És egy csomó jó pofa javaslatot raktál egymás után, szóval repülőtér, ezek honnan vannak neked? Hogy van az, hogy te itt mindent ismersz a környéken? Győri vagyok, mint ahogy te is, természetesen. Én is Győri vagyok, de nem tudnék bejutni a Péri repülőtérre, akármennyire is szeretnék. Borzasztóan hálás vagyok neked, elmondhatatlanul, de tényleg. Ez kicsit most már olyan... Igen, kezdve ilyen, hogy jól van, oké, hogy hagyjuk abba. Akkor vegyük végig, hogy mi az, ami ebben az autóban benne van és egy Ferrariban is, és mi az, ami ebben az autóban benne van, de egy Ferrariban nincsen. Szóval például első ülés az nyilvánvalóan a Ferrariban is benne van, és abban is el lehet helyezkedni ilyen nagyon versenyautósan, és egy Ferrariban is fel tudjuk nyitni a motorháztetőt, és abban is tudunk csodálkozni, hogy mennyire gyönyörű a motor, és abban is lehet 90 fokos V-motorral találkozni, még hogyha 8 hengeressel is, de nagyjából hasonló látvány fogad minket egy Ferrariban is. És egy Ferrariban is lehetnek brutális fékek, amik nagy tempóról képesek megállítani az autót. Viszont egy Ferrariban egészen biztosan nincsen olyan hátsó ülés, ami nem tudom, hogy miért nem nyitható az ajtót. És egy Ferrariban egészen biztosan nincsen olyan hátsó ülés, amiben egy felnőtt kényelmesen elfér saját maga mögött. Sőt, két felnőtt is elfér saját maga mögött, és ami egy Ferrariban egészen biztosan nincsen, az a használható méretű csomagtartó, ami a Giuliában rendelkezésre áll, és amit el is kezdtünk belakni a kabátjainkkal, meg a többi izével, amire most nincsen szükség, mert nagyon-nagyon meleg van. Na és most, hogy ennyit pofáztunk erről az álló autóról, kezdjük el meghajtani a bébit. 2 km hosszú és 30 méter széles. Pontosan erre van szükség. Szóval az az igazság, hogy hitegethetjük magunkat azzal, hogy egy több mint 500 lóerős autó az közutakra van tervezve, és igen, lehet vele közutakon is járkálni, de hogy vétek, azzal ki kell jönni valami olyan helyszínre, ahol ész nélkül csapathatjuk, és akkor tudjuk átélni a nyomatéknak, a teljesítménynek és a lóerőnek ezt a hihetetlen párosát. És az az igazság, hogy egy kicsit kezdtem el nyomni a gázt, és már ilyen teljesen elképzelhetetlen sebességgel megyünk. Ez tényleg nem azt mondom, hogy be kéne tiltani, de lehet, hogy ezt lassan be kéne tiltani. Száz. 150. 180. 200. 210. 220. 230. Nem esik jól! Nem esik jól! De bőven ment volna még tovább, úristen! Ezzel ki fogok autózni legalább 250 ezer a pályán. Életem legnagyobb sebesség az 288 volt a német autópályán egy Porsche-val, amikor az extraktort forgattuk, de higgyétek el, hogy semennyire nem volt ennyire belőtrázó élmény, mint ezzel gyorsulni. És ebben még bőven volt, szóval, hogy Ez
teltük, szóval még 200-nál is fel tudja húzni az automatika az ablakokat. Egyre természetesebb ez a 225-ös tempó. Hogy el fog jönni az a pillanat az emberiség történetében, amikor le fogunk számolni a benzines autókkal, és kizárólag elektromos autókkal lehet már majd csapatni, de az a helyzet, hogy borzasztóan fog hiányozni abban a korszakban mindaz, amit ez az autó megtestesít. Szóval az adrenalin löketnek, a teljesítménynek, az erőnek, a hangnak, a morgásnak egy olyan csodálatos egyvelegével van dolgunk, ami egész egyszerűen hihetetlen, és ez egy olyan himnusz a benzinkorszak végnapjaiban, akkor, amikor már arra készülünk, hogy mindez örökre el fog múlni, szóval, hogy ilyenkor mutatja meg a legszebb arcát ez a műfaj. Mennyi adrenalin, mennyi adrenalin. És micsoda a fékezési erő! Hát ez egyszerűen csak kurva jó, szóval, hogy azzal, hogy az ember elkezd előbb-utóbb kifogyni a nagyon szép jelzőkből, és kizárólag már csak arra tud gondolni, hogy ez valami fantasztikus. És ettől van az, hogy férfiak tízezrei, százezrei, milliói őrülnek meg a benzinmotorokért immár 100 éve. Mert ezt az élményt igazából semmi sem pótolhatja. Ez olyan, mint leölni egy bakutot. Ez olyan, mint meghódítani egy új kontinens. Ez olyan, mint valami igazán fantasztikus dolgot létrehozni. Nyomni a gázt, érezni, hogy gyakorlatilag a vér az préselődik ki a fejedből, és valami egészen más testájékra csoportosul át, és... Igazából a fő kérdés, ami most felmerül bennem, hogy a GoPro, ami kívülre van rakva, és ami 220 km/h sebesség van hitelesítve, az meg lehet-e még, vagy valahol már rég elhagytuk? De Romi, figyelj! Egy apró kicsi kérdés, a GoPro a másik oldalon megvan még? Na és most, hogy kiszórakoztuk magunkat, mehetünk tovább, és megnézzük, hogy... Szóval megnézzünk egy különleges helyet.